Köszöntöm Önöket, Dobos Rita vagyok, a Völgységi Magazint látják. Mutatom, mivel készültünk mára. Forgófesztivált tartottak Závodon. Járdaavató derbi Bonyhádon. Két napon át ünnepeltek a závodiak. A településen ugyanis hétvégén tartották a már hagyományos forgófesztivált. Kulturális műsorok a színpadon, finom ételek a rengeteg bográcsban és jókedvű társaságok. Ez a látvány fogadta azokat, akik szombaton kilátogattak Závodra. A településen ekkor és pénteken tartották az itt hagyományos forgófesztivált. A kellemes nyárvégi időjárásnak köszönhetően nem csak a helyiek, hanem a környező településekről is sokan kilátogattak a programokra. Egy igazi tüzes vegyes pörköltel, köröm, csülök és combhússal, csak disznóba utazunk. Ez volt az igény, szeretik a jó cupákos húsokat, kell a kollagén, ugye ilyen korban már, ami az üzletekbe épül, úgyhogy szerintem maximálisan kielégítettük mindenki igényét, aki nálunk evett. Ilyenkor nem vagyunk riaszthatóak, ugye mi önkéntesek vagyunk, tehát igazából ezt önként vállaljuk a szabadidőnkből, ilyenkor egy picit mi szüneten vagyunk. De egyébként az egyesületünk az ilyen közel 40 fő, és ebből olyan 10-15 fő, akik vállalják is a riaszthatóságot, tehát effektíve is mentési munkálatokban vesznek részt. Hozzátartozik azért az, hogy ez a 40 fő, itt mindenkire szükség van, mert mindenki másért van itt. Van, aki fantasztikus kakaós kalácsot tud sütni, van, aki a könyveléshez ért, van, aki a pályázatokat készíti el, de vannak köztünk ragyogó hegesztők, vannak autószerelők. Mindenki másért van itt, és mindenkinek megvan a helye az egyesületbe. Tehát ezért ilyen komplex az egész, és ezért is találja meg mindenki a helyét benne. Magyar szemmel hirdettük meg ezt a fotópályázatot, és rengeteg fotó érkezett be mindenhonnan, ahol magyarok élnek. Igazából a fotó is egy nehéz műfaj, illetve különböző kategóriák vannak, és abban nehéz eredményt hirdetni, hiszen hogyan lehet összehasonlítani mondjuk egy imára kulcsolt kezet egy tájképpel, vagy egy jelenettel, vagy egy fogalmat megfogni próbáló fotóval, de hát a zsűri megpróbálta ezt a lehetetlennek tűnő feladatot megoldani, és az internetes szavazást hívtuk segítségül. A závodi fotó egyébként nagyon sokáig vezetett, és utána beindult egyfajta lájkvadászat, aminek nem csak az volt a célja, már túlmutatott ezen a fotópályázaton, mert egy beteg kisfiúnak akartak segíteni, felajánlották a díjat, az első díjat ennek a kisfiúnak, és így egy kicsit ez a dolog, a kép, a fotó, meg a cél, az külön vált egymástól, illetve önálló életre keltek, és így ennek a fotónak a külön díjat tudtuk átadni. A forgófesztivált 20 éve tartották meg először, az akkori résztvevők közül sokan még most is minden esztendőben ott vannak, sőt olyanok is akadnak, akik folyamatosan összemérik gasztronómiai tudásukat másokkal. Haverok néven neveztünk, mi itt helybéli závodiak vagyunk, itt nőttem föl, itt születtem, nem, a Bonyhádi kórházban, de ebben a faluban nőttem föl, és hát a haverok az úgy alakult, hogy évek óta mindig barátokkal főzünk, és akkor ez lett a csapatnevünk. Minden évben részt veszünk ezen a rendezvényen, mert imádjuk. Vaddisztó pörkölt van, csülökkel, sertés csülökkel. Mindig alkalom adja, hogy mit főzünk, minden évben mást, teljesen mást. De részt kell venni mindig. A mostani kerek évfordulóra kétnapos programmal készültek a szervezők. Egy nagyon kis településről beszélünk, tehát így az a 28 főző, ez egy igen szép létszám. Most többen vagyunk talán itt a rendezvény helyszínén, ugye, mint ez a település összlakossága. Hát igazából a kulturális műsorok közül mindenki megmutatkozik, aki német, székely, bármilyen hagyományőrzés, az énekarok, a tánccsoportok, azok közül is igyekeztünk mindig a kisgyerekektől egészen a felnőttekig bemutatni mindenfélét.
Kiemelném talán ugye a Glückauf Nagymányoki Jó Szerencsét Egyesületet, akik ugye egy nagyon színvonalás előadással készültek, de akár a Szöcske Akrobatikus Táncsoportot is mondhatnám, akik szintén ugye nagyon nagy sikernek örvendenek itt a fiatalok körében állunk, a Kleinstein Néptánc Együttes szintén kiemelkedő. Azon kívül próbáltuk egy kicsit ugye a 20. fesztivál révén még színvonalasabbá tenni a műsort a Hangszerelem stúdió előadásával. Nem sokára fellép a Pap Attila, a Csíkzenekar énekese nálunk, illetve 5 óra környékén várjuk hozzánk a László Attila énekest, illetve a Megyes Csaba énekest. Este pedig 3 rock koncertünk lesz, ezzel zárjuk a napot. Mivel hogy egy gyümölcs termelőtérség kellős közepén vagyunk, így az akkori vezetőség és az akkori szervező gárda azt gondolta, hogy egy kicsit népszerűsítse a környéket, a települést, de akár a település határain túllévő szomszédos településeket is, hogy valamilyen szakmai napot, szakmai nappal indítja a rendezvényt. Ez kezdetben volt többféle gyümölcs köré fonva, volt, amikor építészeti vonalon voltak előadások, volt, amikor a gyerektáborokon elkészített, gyerekek által elkészített termékek kerültek bemutatásra. Idén pedig a fotókiállítás hozta a szakmaiságot. Hagyomány, hogy minden esztendőben egy-egy tematika adja a programok gerincét, jövőre a helyi építészet áll majd a fókuszban. Závodon tehát biztosan lesz jövő nyáron is forgófesztivál. Závodon nagyon sok építészeti érték lelhető fel, főként ugye védett épületek vonatkozásában, és ezzel kapcsolatban a képviselőtestület már elkezdte a munkát egy új településképi rendelet kidolgozásába, ami azt gondolom, hogy elsődlegesen a képlékenységet próbálja a szabályrendszerrel tető alá hozni, de nagyon fontos precedens értékűnek gondoljuk ezt a rendeletet, hogy mit, hogyan lehet. Itt mindenképpen egy együttműködés, egy konzultációra van szükség. 28 főzőcsapat nevezett a Bogrács ételfőző versenyre, szabadtűzi esemény, ugye fontos a szabályoknak a betartása, tehát csak szabadtűzön és bográcsétel készülhet, illetve nevezhető a versenyen. Hát zömében pörköltek, annak rengetegféle változata, több marha pörköltet láttam, kakaspörkölt, halászlé, vannak különlegességek is. Hát hogy mivel készültünk? Nagyon sok mindennel, egy gondolattal nagyobbat haraptunk a tortából, mint szoktunk. Mindig azt mondtam az utóbbi években, hogy most már szerintem nem kell a színvonalon tovább emelni, tartsuk meg az előző év színvonalát, és akkor minden rendben lesz. Idén ezt ennek ellenére ismét túlvállaltuk, és azt kell mondjam, hogy túlvállalta a főszervezőnk, a Váradi Antal Értékmentő Egyesületnek az elnöke, Natália szervezi az eseményt, minden apró cseprő velejáróját. Rengeteg párhuzamos programmal készültünk. Gyakorlatilag azt mondhatom, hogy a rendezvény a tegnapi nappal vette kezdetét, egy hálaadó szentmisével. Ezt követően pedig egy énekkórus, a Szászvári Német Nemzetiségi Önkormányzat énekkórusa adott egy koncertet, és egy képkiállítás megnyitóját adtuk át a közönség számára. Potápi Árpád János államtitkár úr megtisztelt minket, és gyakorlatilag ő nyitotta meg a kiállítást. A kiállítás apropója a Rujib Gergő által készített bölcsi ékszerdobozaként fémjelzett fotó, mely ugye nagy sikert aratott a külhoni magyarok által meghirdetett fotópályázaton, és ugye külön díjban részesült. És ezt a fotót tartottuk annyira fontosnak, meg annyi visszajelzést kaptunk ezzel kapcsolatban. Mondhatom azt a legnagyobb szerencséggel, hogy a világ számos pontjáról, hogy tovább gondoltuk egy kicsit a fotót, és helyi relikviákon helyeztük el, többek között závodi csokoládén, pólókon látható vissza az elkészített fotó, illetve a kép kiállításon is megtekinthető. Többek között ez a fotó is, 25 képet kaptunk az államtitkárságtól, amit meg is kapott a település, és ez egy gyakorlatilag mindenki számára megtekinthető kiállítás. A fotókiállításon mi készültünk az elmúlt 20 év képanyagával is.
Átadták a 11 ütemből álló járda felújítási projekt utolsó szakaszát Bonyhádon. Ezúttal a gyerekeknek kedvezve egy játékos derbi keretében avatták fel a területet. Minden évben jelentős törekvést tesz Bonyhád városa az utak és járdák állapotának karbantartására, illetve javítására. Ezen területek fejlesztése már a tavaszi időszakban megkezdődött, amire idén nagyobb összeget fordított a település. 2023-as évi költségvetésben 50 millió forintos keretet biztosított az önkormányzat a Bonyhád város területén lévő járdák, árkok és parkok felújítására. Ezt a döntést későbbiekben még 35 millió forinttal kibővítettük, ezért idén mindösszesen 85 millió forint állt rendelkezésre arra, hogy ezeknek a járdáknak a felújítását, újabb parkolók építését, illetve a meglévőknek a felújítását elvégezhessük. Soha nem állt még egykor összeg rendelkezésre ilyen célra. Nagyon örülök annak, hogy erre lehetősége volt az önkormányzatnak, hogy saját forrásból mindezt megvalósíthatta. És itt a mai derbis felavatón pedig csak jelképesen a legutolsó, az idei évben elkészült felújítások egyikénél tartottunk egy jelképes szalagvágást. Az önkormányzat a 2023-as költségvetésben 50 millió forintnak megfelelő összeget különített el a járdák, árkok és parkolók megújítására. Ezt a döntést a későbbiekben további 35 millió kibővítésével toldották meg, így összesen eddig még soha nem látott 85 millió forintot saját forrását rendelkezésre a város burkolatainak javítására. Ahol most állunk, ez itt az óvoda és az iskola között átvezető, most már aszfaltburkolatú út, itt egy korábban egy betonburkolatú, eléggé leromlott állapotú járda volt, ennek a megújításával lezárult egy 11 projektelemből álló burkolatfelújítási munkasorozat. Ez a 11 helyszín a központi járdákat, a Szabadságtér, Széchenyi utca, Gyár utca. Elkészült egy parkoló a Bezerédi utcában, a Mónus Illés utcában valósult meg új stabilizált patka építése, az Európa Pékség előtt két ütemben bővítettünk parkolót, összesen nagyjából egy ilyen 1000 négyzetméteren újult meg térkőburkolat, nagyjából 800 négyzetméteren készült új aszfaltburkolatú járda, és a központban mintegy 1500 négyzetméterben új térkőburkolattal megújult a teljes városközpont. A Ficánka óvoda előtt fái járdaavató derbi néven kismotoros versenyt rendeztek, ahol a lelkes gyereksereg mérte össze gyorsaságát, és együtt szakították át a jelképes célvonalat. A futam végén mindenki díjban részesült, így igazán emlékezetessé téve a járdaszakasz megnyitóját. Hát rendkívül fontos számunkra, hogy ez a járda szakasz elkészülhetett, mert sokan jönnek a gyerekek kismotorokkal, biciklikkel, nagyon fontos számunkra az egészséges életmód, támogatjuk őket abban, hogy minél több mozgást végezzenek, és ehhez természetesen hozzájárul a közlekedés, és hogy most ez a gyönyörű szép járda elkészült, ennek nagyon-nagyon örülünk. Szoktunk sportrendezvényeket is rendezni itt az óvodában, így van, amikor például autómentes világnap van, akkor a kis motorokkal, megjött egy kisgyermek, megyünk motorokkal körbe, úgyhogy ez így nagyon jól hozzájárul ahhoz, hogy balesetmentesen ezeket véghez tudjuk hajtani. Sokat kirándulunk, úgyhogy ez a járda szakasz, nagyon sokat használjuk, és a gyerekek most is látható volt, hogy milyen sokan itt maradtak, örömmel készültek, a szülők is nagyon örültek ennek a lehetőségnek, hogy itt lehetnek a kis gyerekekkel, biciklizhetnek együtt. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!